Halihó, sziasztok kedves követőim, üdvözöllek titeket újra itt a Beauty csatornámon. És most nem véletlenül ennyire csupasz natúr arccal köszönök be nektek. Sőt, ráadásul most éppen az egyik olajos szérum van rajta a bőrömön. Ugyanis föltettem nektek egy kérdést, illetve elmondtam a Insta story-ban egy kis információt, hogy mi is történt velem a múlt héten. És mi volt az a 4-5 nap, ami eléggé megkeserítette az életemet. Ez egy bizonyos bőrprobléma volt, és megkérdeztem, hogy szeretnétek-e erről hallani, a tapasztalataimról, hogy miket használtam, mivel kezeltem ki, hogy gyakorlatilag ilyen gyönyörűen visszaregenerálódott, és gyakorlatilag egy új bőrt kaptam. Érdekes. Szóval, ti azt mondtátok, hogy szeretnétek erről hallani, úgyhogy ha ez a téma érdekel titeket, a bőr problémák, illetve azon is belül az ekcéma, akkor most tartsatok velem. Úgy gondolom, akkor vagyok hiteles, hogyha tényleg nem teszek föl most semmit az arcomra, és így szépen ebben a natúr mi voltam, még a hajamat is fölraktam, hogy semmi nem vonja el a figyelmet most arról, amit mondok, és mindent első pillanattól kezdve fogok mesélni, és megmutatom azokat a termékeket, amiket használtam. És most előjáróban, akinek gyenge az idegrendszere, az most pörgessen egy ilyen pár másodpercet, mert most meg fogom mutatni, hogy milyen volt a bőröm egy pár képben, és utána folytatjuk. Nos, ezután a megrázó képsor, képkockák összeállítása után visszatelepültem ide, illetve arra gondoltam, hogy hát közben kiengedtem a hajamat, és nincs rajtam tényleg semmi, csak egy ajakápoló. Most leteszlek ide benneteket, és megmutatom, hogy is szokták mondani, hogy mit érdemel az a bűnös, és a bűnösök. Ők a bűnösök. Na, hát ezek a gyönyörű szép maszkok, ugye, amiket én rendeltem az internetről. Ezzel még úgy nem is volt különösebb baj, mert ez olyan jó kis vászonanyag. De van itt nekem egy pótmaszkom, az ő. És ez egy ilyen vastagabb kialakítás, ilyen dupla kialakítású cucc, és ilyen, nem tudom, hogy mennyire látjátok, de ilyen szöszös. És valószínűleg egyébként ez volt a baj. Egyébként még tök jól is állt, és megalapítottam, hogy egyesek jobban néznek ki maszkkal, mint anélkül, zárójelbe zárva. Szóval ez egy pénteki napon volt rajtam, el voltunk vásárolni, és nagyon meleg volt, hirtelen úgy nagyon meleg volt azon a napon, az első olyan igazi meleg nap, és nagyon leizzadtam. Elég sokat voltunk benne, hát mi a sok, mint 20 percet, szóval nem egy ilyen, nem tudom milyen nagy időre gondoljatok, de ez elég volt ahhoz, hogy az én amúgy is tök érzékeny bőröm, tehát nem véletlenül, hogy érzékeny bőrre való krémeket használok, most már nagyon megnézem, hogy milyen sminkeket, összetételeket nézek, szóval nagyon figyelek arra, hogy mindig bőrbarát legyen, meg az én arcomat ne irritálja semmi olyan összetevő, ami, hát én ezt tudom, hogy nekem mi a nem jó. És hát elég volt ennyi, gyerekek, elég volt ennyi, hogy melegebb volt az a nap, beleizzadtam, befüllett, és ez az anyag, ez az ilyen nem tudom milyen vászon, de ilyen szöszölődös anyag nekem teljesen, hát nem tudom máshogy mondani, hogy kicseszte a bőrömet, de valami olyan durván, hogy én éjszaka ébredtem arra föl. Először még nem is voltak olyan komoly tünetek, csak láttam, hogy olyan kipirosodott, hogy próbáltam, hogy így lekezelgetni, hidratálni. Az egyik pomponos
arcszérumot fölraktam, még úgy nyugtatta is, egyébként ilyen bőrmegújító, regeneráló szérum, hogy nyugtatta, de aztán eljött az éjszaka, és én azt hittem, hogy le fogok ugrani az ablakon, mert lekaparom az arcbőrömet. Annyira viszketett, annyira égett, így együtt a kettő, nem tudom elmondani, és ez a vakarás addig fajult, amíg látjátok, hogy a végén hogy néztem ki, mert nem bírtam elviselni, hogy ne nyúljak oda. Úgyhogy azt még elmondom, hogy ide tartozik a témához, hogy alapvetően az én bőrömnek így nincsen különösebb problémája, tehát nem egy ilyen patanásos, zsíros, problémás bőr, inkább ez a szárazabb, vízhiányos bőr, viszont nagyon érzékeny. Tehát ez egy extra érzékeny bőr, és amikor én az akadémiára jártam, a zeneakadémiára jártam, egyetemre jártam, az első évben, tehát ez most már majdnem 20 éve, ugye, mert hát ugye én 2000-ben végeztem, hát sőt, igen. Szóval volt egy gyönyörű szép mohair, vagy angóra, ilyen szöszös garbó, ami csodálatos volt, tényleg gyönyörű, ha láttatok már gyönyörű pulóvert, ilyen mindenféle szín, fehér alapon ilyen sárga, rózsaszín, kék, tehát ilyen szivárvány színeiben játszott, gyönyörű volt, iszonyatosan jól állt, akkor is ilyen vörös hajam volt, úgyhogy kiemelte így a színeimet, és teljesen ez az állvonal, tehát ahogy hozzáért a garbó, tehát innentől így idáig végig az egész arcom begyulladt tőle. Most ez egy olyan hosszú procedúra volt utána, hogy én nekem hónapokig kellett járni kozmetikushoz, és egy speciális termékkel, egy speciális aha hámlasztó sorozattal, krémekkel, és speciálisan rózagráf termékekkel hozták erre a bőrömet úgy, hogy gyakorlatilag ugye nyoma nem maradt. De én ezzel nagyon megszenvedtem. És szoktam mondani, hogy a bőr nem felejt, illetve a herpesz is mindig visszajön, ha egyszer elkapod, akkor az már visszatér. Úgyhogy én most nagyon megijedtem, mert ugyanebben a vonalban, sőt, hát inkább még föl is jött, elkezdett így fölfele terjeszkedni. Először itt alakultak ki ezek a piros voltak, aztán így jött föl. Úgyhogy nagyon megijedtem, hogy most ez így visszajön ez a dolog, és én nekem megint hónapokig kell járni kezelésre. Hát hála Istennek még nagyon-nagyon az elején elkaptam. Kaptam természetesen orvosi segítséget, és most meg is mutatom nektek, hogy mik azok a termékek, amikkel ilyen gyönyörűen, hál' Istennek visszaregenerálódott az arcom, és pontosan megmondom, hogy melyik fázisban mit használtam. Nos, ezt az iszonyatos viszketést és vakarózási ingeremet első körben először a fenisztil gél. A fenisztil gél enyhítette, és látjátok, hogy ez egy originál tubus volt, majdnem a felét el kellett használnom, amíg megszűnt ez az égető, viszkető, vakarózási vágyam, mert egyszerűen olyan viszketés volt, gyerekek, hogy én még esküszöm, egy szúnyogcsípésnél nem éltem át ilyet. Úgyhogy a viszketést a fenisztil gél enyhítette, viszont egy idő után ez már nem volt jó, mert a viszketés elmúlt, viszont iszonyatosan égett a bőröm, és egyre jobban éreztem, hogy így leoldódik gyakorlatilag a bőröm, és már csak az ilyen piros húsomat láttam, hogy valamivel be kellett tápolni, ami nyugtatja, és gyógyítja, és visszatermeli ezt a szövetréteget, amit ez a vakarózás le. Tehát én saját magam lemartam, lekapartam. Úgyhogy a második fázis, ami segített, a Bepanthen Sensiderm krém. Ez, gyerekek, ez egy csodaszer. Én ezt eddig nem ismertem. A Bepanthent igen, de ez egy másik. Ez egy Sensiderm változat. Ez külön a patikus mondta, hogy ezt. Most ez a kis tubus valami 2500 forint volt, szóval nem egy olcsó mulatság, viszont teljesen megnyugtatta a bőrömet. Az égető érzés gyakorlatilag egy fél napon belül elmulasztotta, és kezdtem érezni, hogy szépen regenerálódik vissza a bőröm. Most jön a következő fázis, körülbelül ez egy ilyen, tehát úgy vegyétek, hogy ez mondjuk egy nap,
aztán megint egy nap. És mondjuk a harmadik nap eljutunk már ahhoz a szinthez, hál' Istennek nagyon gyorsan regenerálódott a bőröm, hogy lehetett már ilyen, hogy is mondják, ilyen hámosító krémet használni, mert tényleg azt éreztem, hogy visszajött szépen egy ilyen új bőrréteg, pirosodás is kezdett enyhülni, hát most kell egy kicsit hámosítani, és akkor jött a Neogranormon. A Neogranormon nagyon jól nyugtatta és hámosította. Tehát ami a Bepanten és a Neogranormon közötti különbség, hogy a Bepanten enyhítette ezt a borzasztó égő érzetet, a Neogranormon pedig szépen regenerálta vissza az én bőrömet. És az az igazság, hogy még kamillás hintőporral is kombináltam, tehát volt, hogy sima hideg vízzel, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig hideg vízzel így lefertőtlenítettem, leöblítettem az arcomat minden ilyen kezelési fázis előtt, és van, hogy a Neogranormont tettem föl, vagy hogy kamillás hintőpor, ez egy teljesen átlagos bármilyen kamillás hintőpor, patikába is kapható, bármilyen drogériába. Én most ezt egy patikai hintőport használtam, én meg is mutatom, hogy melyiket. Na, ide hoztam nektek ezt a hintőport, egyébként tök cuki a csomagolása, ez egy kamillás hintőpor és nana. A márkája különben 125 g-os, úgyhogy egy elég nagy kiszerelés, így jön ki belőle egyébként a hintőpor, és ez nagyon nagy segítségemre volt, úgyhogy én kombináltam a Neogranormont ebből a kamillás hintőporral, és gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy úgy igazából mostanra múlt, tehát ez egy hosszabb folyamat, tehát azért ez egy pár nap volt még, ez a neogranormonos kis visszakezelgetés, de most már ezt teljesen el tudtam hagyni. Amit most ma például csinálok, az még az én másik bomba fegyverem, az én másik csodaszerem, az argánolaj az LK-tól. Én ezt mondtam már nektek, hogy mindenféle bőrbajra, mindenféle regenerálásra, akár a körmöd, a hajad, a bőröd, ilyen sebek begyógyulása utáni visszagyógyítás, tehát hogy szépen az a pirosság eltűnjön, ez mindenre jó, és természetesen most is kihasználtam ennek a csoda erejét, úgyhogy én ezt mindenkinek ajánlom, az LK-nak a termékcsaládjába tartozó 100%-os argánolajat, úgyhogy én most már csak ezzel kezelgetem. Egy nagyon-nagyon, tehát látjátok, amennyire látszik, egy nagyon-nagyon picit talán még itt látom, és ráadásul nekem itt érzékenyebb is a bőröm, ugye, mert itt volt az anyajegyem, és ez a heg miatt is ugye, ez egy érzékenyebb felület, úgyhogy egy picit még itt látok egy kis rózsaszínességet, és mondjuk még itt, meg itt, de ezek már tényleg olyan, hogy már ilyen nagyítóval kell nézni, és egy kicsit ebből az argánolajjal kezelgetem most. És hát nem bíztam a véletlenre a további arcápolásomat sem. Egy picit meg fogom most változtatni az arcápolási rutinomat, mert azt kellett megállapítsam, hogy ebben az időszakban ugye semmilyen krémeket, semmilyen szérumokat nem használtam, csak ugye a hideg víz és ezek a gyógyító kenőcsök, és valahogy, nem tudom, szebb lett a bőröm. Úgyhogy ugye én visszaemlékeztem, hogy amikor nekem volt egy nagyon csúnya bőr problémám ugye 20 évvel ezelőtt, hogy ez a rózagráf termékcsalád volt, ami abban a kozmetikában használatos volt, és csak azzal kezeltek, már akkor is baromi drága volt, tehát egy horror volt az én arcomnak a visszakezelése, a regenerálása. Úgyhogy most rákerestem, hogy ez még létezik-e, vagy van-e magyarországi kirendeltség, és képzeljétek el, hogy van. Úgyhogy én berendeltem egy szérumot és egy arckrémet, úgyhogy én most ezeket fogom használni. A rózagráfnak ez a Four Season Frühling, tehát ez a 4 évszak tavasz széruma, ami ma jött egyébként, úgyhogy még ki sem próbáltam, különben isteni illata van. Ő az egyik, és a másik pedig szintén a rózagráftól egy nappali krém, ami egy ilyen nagyon gazdag összetevőjű, nagyon gazdag krém. Hát ez egy vagyon volt ez a kettő, de mindegy, mert mindent az ügy érdekében én az arcommal dolgozom. Nem azért, mert beauty csatornám van, hanem mert a színpadra megyek, mert tanítok, nekem mindig egy példát kell mutatnom, és én eddig is nagyon büszke voltam rá, hogy milyen jól karbantartom az arcomat, és a koromat is szerintem igazán letagadhatom,
köszönhető ennek a sok kencének szerintem. Jó, ebben azért genetika is van, de én most ezeket berendeltem, úgyhogy nagyon nagy reményeket fűzök hozzájuk. Hát ennyi lett volna a sztorim, különben a Rózsagráf termékeire rá tudtok keresni a Google-ba, úgyhogy ki fogja dobni azt a webshopot, ahonnan én ezt rendeltem. Na, hát akkor szerintem nincs más hátra, mint sem, hogy elköszönjek. Én remélem, hogy tanulságos volt ez a videó, és tudtam hasznos tanácsokat adni, vagy legalábbis tippeket adni, és legalább olyan arckezelésre mutató, tehát olyan krémeket, amik tényleg segítenek. És el kell még azt is mondjam, hogy nem a bőrgyógyászok ellen tényleg, de én nekem voltak, ugye már elmondtam az előbb, hogy voltak nagyon komor bőrpanaszaim, és amikor elmentem a bőrgyógyászhoz, rosszabb lett. Tehát tisztelet a kivételnek, de nem felületi kezelés kell. Tehát nem szállítani kell ezeket a bőrfelületeket, ahol ilyen gyulladásos dolgok vannak, hanem mindig belülről. Tehát nyilván nekem most nem egy ilyen valami egészségügyi problémából eredő acproblémám lett, hanem ez egy kontaktallergia. Nyilván ez is más. De hát azért jó tudni, hogy mik azok a krémek, mik azok a szerek, amik ilyen akut esetben tényleg életmentőek, mert én nekem ez borzasztóan kellett. Tehát hál' Istennek nekem van egy orvos anyukám és egy nagyon jó patikusom, aki tényleg egyből segített. Úgyhogy gondoltam, hogy én is elmesélem az én történetemet, és most remélem, hogy adtam segítséget olyanoknak, akik esetleg valami hasonló cipőbe járnak, mert nem egy, nem két olyan esetet hallottam, hogy ez a maszk, amit most fordanunk kell, az bizony okoz ilyen problémákat. Nagyon vigyázzatok magatokra, legyetek ügyesek, okosak, most már nagyon a végén vagyunk ennek az egész karantén őrületnek, kitartás, fel a fejjel, és találkozunk hamarosan egy másik videóban. Sziasztok!